A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a magyar agrárium jövőképét vázoljuk fel, illetve hát némi múltidézés is belefér természetesen. Mai vendégem állatpolitikája, azért dolgozunk, hogy a magyar állattenyésztésnek ne csak dicső múltja, de sikeres jövője is legyen. Vendégem pedig Wagen Hofer Zsombor agrármérnök, az állattenyésztés tudományok doktora, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztési és beszállítói ipari osztálynak országos elnöke. A többit hadd ne mondjam el, hiszen a Magyar Állattenyésztők lapjának főszerkesztője, címzetes egyetemi docens, Pécsett a Pannon Egyetemen. Köszöntöm. Hadd kijavíthatom egy kicsit, bocsánat, nem szeretem én se, mert tényleg hosszú. Címzetes egyetemi tanár az Állatorvostudományi Egyetemen. Az Állatorvostudományi Egyetemen. És ott intézetigazgató is vagyok. No. Az a Budapesti Állatorvostudományi Egyetem, hiszen Magyarországon egy Állatorvostudományi Egyetem van. A Georgikon ott végeztem, és ott címzetes egyetemi docens. Igen, no, ez így kerek a történet. No, hát azt hiszem, hogy rendkívül fontos feladata az öné, az önöké, az ön által vezetett szövetségé, nem különben, hiszen az állattenyésztés egy nagyon-nagyon fontos ágazat. Társadalmi és gazdasági elismertséget, fokozása, illetve értékek megőrzése, ápolása, ágazati jövőkép felvázolása így szerepel, hogy mi az elsődleges feladatuk, emellett nyilván nagyon-nagyon sok minden más. Egy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt esztendőkre. Annál is inkább fontos ez, hiszen számtalan krízis érte a magyar agrárgazdaságot, és az állattenyésztés sem kímélte ez. Gondolok itt elsősorban az időjárásváltozás, a magyar-ukrán háború, és a Covid sem mentesített. Ezt hogy élték meg? Azt szoktam mondani, hogy egy évet azért nem szabad nézni az állattenyésztésben, hiszen itt évekre van szükség ahhoz, hogy valaki változást tudjon akár a nemesítésben, akár a gazdaságában megvalósítani. Persze vannak nagyon gyors felfutások, vagy gyors változások, de összességében 3-4 évet érdemes nézni, hogy egy kicsit konszolidáltabb, vagy egy kicsit nyugodtabb körülmények között tudjuk értékelni az ágazatot. Mert hogyha most visszanézünk 2023-ra, 2022-re, hát két teljesen más évet látunk, vagy 2021-re, akkor mindegyik év az önmagában annyira más, hogy azok alapján akarnánk a jövőre vonatkozóan bármit egy év alatt, az egy év teljesítményéből előrevetíteni, akkor nagyon rosszul járnánk. Úgyhogy ha a 3 évet összerakom, akkor abból már kijön egy átlag, és akkor azt látom, hogy egyrészt rendkívül megnőttek a kockázatok. Nem csak a piacon, hanem az időjárásban is. Ugye a klímaváltozás az többek között azt hozta, hogy az időjárás olyan mértékben kiszámíthatatlan, ami korábban nem volt jellemző. Vagy azok a naptári bevett hagyományok, amiket mondtuk, hogy kihajtás, behajtás és a többi, ez teljesen megváltozott. Kihajtani sokszor korábban lehet, behajtani jóval később, mint mondjuk szeptember 29-e, Szent Mihály napja, de a csapadékeloszlást is, hogyha nézzük, és itt a legelőre alapozott állattartásnál az alapvető dolog, hogy mennyi csapadék hullik az évben, és az hogy oszlik el, abban is látjuk azt, hogy vannak olyan évek, amikor meg nagyon sok évben, hogyha az millimétert nézem, csak a csapadék mennyiséget, akkor az nem rossz. De hogyha az eloszlását nézem, akkor az nagyon előnytelen a mezőgazdaság számára, mert akkor esik le a csapadéknak egy jelentős része, amikor elfolyik, amikor nincs vegetáció, január-decemberi hónapok például ilyenek lehetnek, illetve nyáron olyan szintű aszály van és olyan magas a hőmérséklet, hogy ehhez már a nemesítéssel alkalmazkodni kell új alkalmazkodó képességet kell az állatokba, úgymond a nemesítés során bevinni, hogy a hővel kapcsolatban jobban hőtűrők legyenek, vagy a szárossággal kapcsolatban, vagy a növényeknél, takarmány növényeknél, vagy a gyepnél, hogyan tudjuk megőrizni a vizet a földben. Úgyhogy ezek a kihívások, ezek a növénytermesztés, állattenyésztőket egyformán érinti, és évről évre óriási meglepetések érnek. Mikor már az ember 30 évet eltölt a szakmában, azt gondolhatná, hogy nincs meglepetés, nem fog
fog érni. Ehhez képest 2020 is, ugye a Covid miatt 21, 22 és 23-ban is olyan meglepetések értek, amikhez alkalmazkodni kellett, de nem volt korábbi tapasztalat ezekre. Úgyhogy ha most csak a elmúlt évet nézem, és a, röviden így a szarvasmarha kérődzőkön belül még a kiskérődző ágazatot és a sertés ágazatot akarom elemezni, akkor azt látom, hogy a tejnél a 2022-es év, ami egy katasztrofális év volt, úgy általában minden mezőgazdasági ágazatnak, egyedül a tejtermelő ágazat volt az, aki viszonylag könnyen átvészelte ezt az évet, és viszonylag jól. De a 2023-ban pont az ellenkezője következett be. A tejtermelő gazdáknak egy nagyon nehéz évük volt. A sertéstartóknak, akiknek 2022 katasztrofális év volt, a 2023 egy kifejezetten jó évnek bizonyult. A húsmarhatartók és a juhtartók, a juhászoknál, ahogy mondtam, a legelőre alapozott állattartásnál a csapadékeloszlás nagyon befolyásolja az évet, hogy milyen. Ott a 2022 egy nehezebb év volt, mert aszályos volt, kiégtek a legelők, de itt is volt egyébként olyan része a Dunántúlnak például, ahol nem égtek ki ugye a legelők, és az Alföldnek meg voltak olyan részei, ahol az egész év során alig volt zöld legelő, mert annyira kevés csapadék esett. Tehát nagyon szélsőséges még a pici Magyarországon belül is az adottság, de összességében a juh és a húsmarha ágazat 2023-ban egy jobb évet zár, de azt látjuk, hogy a 2022-ben a takarmányárak megindultak az egekig, felszöktek, az input árak is elindultak fölfelé, és még 2023 év elején is ez jellemző volt, és aztán volt egy erős csökkenés, egy zuhanás, árzuhanás. Ha a takarmány árak csökkennek, az állattenyésztő örül ennek, hiszen neki a költségeinek egy jelentős részét az a takarmány teszi ki. Most persze itt is változik különböző ágazatok, a baromfi, a sertés, a húsmarha, vagy a tejlő tehén tartásnál más és más, de összességében legkevesebb fele a költségeknek az általában takarmányadási költség, és van olyan időszak a hízlalás során baromfinál sertésnél is, amikor ez elérheti a 75%-ot a költségekét a takarmány, vagy még ezt is meghaladja. Tehát nagyon fontos nekünk az, hogy mennyibe kerül a takarmány, kell-e venni takarmányt, vagy nem kell venni, mi állítjuk elő, és mennyire állítjuk elő. 2023-ban azt láttuk, hogy az év második felében ezek az árak, ezek nagyon lecsökkentek, a takarmány költsége csökkent, és hát akkor jött viszont az a nehézség, ami miatt most többek között sok gazda kivonult az utcára Európa szerte, hogy az ukrán gabona elárasztotta Európát, és hát ez is oka annak, hogy lecsökkentek az árak. Mondhatnánk azt, hogy hát ez az áttenyésztőknek jó, akkor mi most ennek örülünk, de azért ez nem így működik, hogy azért, mert egy fél év nekünk jó, azért azt gondoljuk, hogy ez mindig így lesz. Tehát ezt egy hosszabb távba kell nézni itt is, a jövőt, és mi azt gondoljuk, hogy nekünk akkor lesz jó, hogyha a növénytermesztés is egy konszolidált áron tudja nekünk átadni a takarmányt, amiből ő is jól jár, meg mi is jól járunk állattenyésztők, hosszabb távon. Most az van, hogy a növénytermesztés az veszteséges, amire nem volt példa nagyon régóta. Az állattenyésztési ágazatok egy része viszont jövedelmet tud előállítani. Ahogy mondom, ez inkább a sertésre jellemző most az elmúlt időszakban, de hát a sertésnél is, hogyha messzebb nézünk, távolabb nézünk, akkor voltak nagyon gyenge évek. Úgyhogy összességében az áttenyésztésnél, hogyha mondjuk az agrárcenzust nézzük, tavaly volt egy összeírás a mezőgazdaságban, akkor azt látjuk, hogy az állattartók száma az sajnos nagyon fogy. 14%-a ma már a mezőgazdasági társaságoknak, vagy gazdálkodóknak, aki állattenyésztéssel foglalkozik. Ez egy nagyon pici szám. És a döntő hányaduk az 75% körülbelül az a növénytermesztésre szakosodott, és nem foglalkozik, és nem akar állattenyésztéssel foglalkozni, mert azt mondja, ez olyan mértékű erőlekötés, tőke és munkaerő és munkaidőlekötés, hogy ő ezzel nem szeretne. Tehát mondhatjuk azt, hogy aki ma állattenyésztéssel foglalkozik, az már nagyon elhivatott kell legyen, hiszen átment már olyan sok minden az elmúlt időszakban, hogy csak akkor marad fenn, hogyha nagyon jól csinálja, illetve csak akkor marad fenn, hogyha elhivatott, és nem csak azt nézi, hogy a költségek és jövedelem hogy alakul, hanem azt is nézi, hogy hosszabb távon szeretne ezzel az ágazattal foglalkozni. Persze ez nem zárja ki azt, hogy gondolkodjunk, és minél jövedelmezőbben állítsuk elő, amit előállítunk, és úgy termeljünk, de azt szoktam mondani, hogy aki kifejezetten csak tőkebefektetéssel foglalkozik állattenyésztéssel, az azért rövid távon ebből kiábrándulhat, mert ez az ágazat azért nem arról híres, hogy óriási mértékben hozza vissza a befektetett tőkét. Nyilván ez hatással van az idei esztendőre is, az elvárásokra, illetve a mindenre. Ugyanakkor mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit menjünk el Brüsszelbe, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy számos európai országban folynak a tüntetések jelenleg is. Most már az Európai Parlament
előszobájában vannak voltak éppen a traktorok, és a tudósításokból kiderül, hogy jószerivel egész Európa ezzel küzd. Hát 11 országból vonultak ki Brüsszelbe gazdák, tehát 11 országban van elégedetlenség a gazdák részéről olyan mértékben, hogy kivonultak az utcára. Feltehetnénk a kérdést, hogy magyar gazdák miért nincsenek az utcán. Magyar gazdák azért nincsenek az utcán, legalábbis mi az áttenyésztők nevében tudok nyilatkozni, mert egy jó ideje már konstruktív együttműködést folytatunk a kormánnyal. Tehát hajlandó a kormány meghallgatni bennünket, mi letesszük időről időre javaslatainkat az asztalra. Most is erre készülünk egyébként az év elején. Pont azért, mert alkalmazkodni kell a helyzethez, ez folyamatosan változik, de eddig úgy volt, hogy ezt meghallgatta a magyar kormány. Most az nem azt mondom, hogy mindenben elégedettek vagyunk, mert akkor azért hazudnék, hogyha ezt mondanám, de ahhoz képest, amit látok Franciaországban, Németországban, vagy azokban az országokban, ahol most tüntetnek a gazdák, egyáltalán nincs olyan együttműködés, ahogy Magyarországon ez jellemző. Most csak abból indulok ki, hogy a magyar agrárminiszter az agrármérnök, és azért elég jól ismeri a szakmát. A többi országokban sokszor politikusokat tesznek miniszternek, és művészemberek, bölcsészek, vagy nagyon a mezőgazdaságtól távol eső területekről érkezett emberek az első számú megmondói az ágazatnak, akkor abból azért előbb-utóbb konfliktusok lehetnek. Nem beszélve mondjuk, ugye Németországban ez a lámpakoalíció, az Ampelkoalíción, ahogy hívják őket, pláne jellemző, hogy olyan mértékben próbálják gúzsba kötni a gazdákat, illetve aztán saját magukat is, hogy ebből várható volt egy ilyen, de azért az engem is meglep, hogy most már a német gazda azt mondta, hogy elég és ne tovább, pedig ő elég türelmes. Általában a gazdák türelmesek, általában a mezőgazdaságban élők azok annyi munkájuk van, hogy nincs idejük arra, hogy ők most tüntetésekre járjanak, vagy esetleg felemeljék a szavukat, hanem akkor inkább azt mondják, hogy még többet dolgozunk, de van egy pont, amikor már nem lehet tovább ezt tűrni. Most ez eljött ezekben az országokban. Magyarországon sem mondom azt, hogy maximálisan elégedettek vagyunk a helyzetünkkel. Egyáltalán nem így van, csak mi ezt konstruktív együttműködésben, párbeszéd keretében meg tudjuk beszélni a kormánnyal. Aki egyébként azért, hogyha az állattenyésztési ágazatokat nézzük, és a jogcímeket, támogatási jogcímeket, azok számát és azok arányát nézem, akkor európai viszonylatban azt mondom, hogy Magyarországon van a legtöbb jogcímen támogatva az állattenyésztő. De azt is látjuk, hogy ennek ellenére, ahogy az előbb már említettem, csökken az állattartó gazdaságok száma, és még nem beszéltem arról, hogy csökken sajnos az állatállomány is. Tehát ez azt jelenti, hogy nem elég. Nagyon sok jogcímen kapnak támogatást, viszonylag jó forrásokat tudnak lehívni a gazdák, de ez nem elég. És tavaly azzal, hogy egy új rendszer indult el 2023-ban, ez nem működött túl jól, vagy nem vizsgázott túl jól, tehát az, és ez is egyik beszélgetésünk, a kormánnyal folytatott, vagy hát a minisztériummal folytatott beszélgetésünk fókuszában van most, hogy hogyan tudjuk még hatékonyabbá tenni azoknak a pénzeknek a kifizetését, amit a kormány eldöntött, hogy a gazdáké, tiétek, jár nektek, csak nem tudjuk kifizetni, mert az eljárásrend meg az informatikai rendszer nem nőtt föl ahhoz a szinthez, ahogy ezt gyorsan, hatékonyan ki kéne fizetni. Tehát tavaly például a húsmarha ágazatban több mint 10%-a a teheneknek, a húshasznú teheneknek, azoknak a teheneknek, akiknek jogosult lenne a gazda támogatást igényelni, nem tudta fölvenni, vagy most még lóg a levegőben ez a támogatás igénylés, mert bizonyos eljárásrendek, bizonyos olyan bürokratikus vagy adminisztratív akadályok voltak, amit néhány hét alatt nem sikerült megoldani. Tehát nekünk inkább ilyen feladatokkal kell most megegyeznünk a kormánnyal, mert a nagy kérdésekben egyetértés van, a kormány stratégiai ágazatnak tekinti az állattenyésztést, a mezőgazdaságot, és nem erről kell győzködni őket, hanem azt kell megtalálni, hogy hogyan tudjuk a meglévő pénzeket minél hatékonyabban és gyorsabban az ágazat számára biztosítani. Hiszen ez látszik a kormány támogatáson is, azonnal bizonyos 80%-ban is, illetve a közös agrárpolitika is fajsős kérdésként tekint az állattenyésztésre. De egy kicsit akkor menjünk talán el abba az irányba, hogy mit hozhat 2024, tehát milyen költségviszonyokra, felvásárlási árakra, értékesítési és piaci lehetőségekre számíthatnak idén a gazdák? Remélni kell, tehát ha nincs remény, és nem gondoljuk azt, hogy azért ez az év is túlélhető lesz ebben az évben, nagyon bízunk benne, hogy jövedelmező lesz a munkánk, akkor azért nagyon nehéz úgy fölkelni minden nap egy nehéz nap előtt, hogy ez megint hiába lesz, amit ma dolgozom, és a nap végén veszteséget fogok előállítani. Tehát én nagyon bízom benne, hogy mögöttünk hagyott 2022-es és a 2023-as évhez képest, most a sertéságazatnál mondtam, ez egy jó év volt a 2022-es,
2023-as, tehát ott azt mondhatom, hogy ha azt sikerül tovább folytatni, ahogy 2023-ban volt, akkor az elégedettek leszünk. Csak azért arra is felszeretném hívni a figyelmet, hogy Európában nem minden sertéstartó volt elégedett 2023-ban, Németországban például óriási mértékben csökkent a sertés állomány. Ugye itt egy általános támadást intézett az a zöld kör, akik úgy gondolják, hogy a klímaváltozásnak egyik fő okozója az intenzív állattenyésztés, vagy az állattenyésztés, mert egy részét a kérődzőkhöz kötik a üvegházhatású gázkibocsátásnál. Aztán most már egyre több tudós és olyan szakember, aki mértékadó, szólal fel amellett, hogy uraim, nézzük már meg azokat a bedobott számokat, vagy állvizsgálatokat, amik azt akarták bebizonyítani, hogy a mezőgazdaságon belül az állattenyésztés az ilyen mértékben rongálja a klímát, és egyre több olyan információ lát napvilágot, és olyan vizsgálat, ami bebizonyítja azt, hogy ez egyáltalán nincs így. Van egy része az intenzív állattartásnak, ami a környezetet terheli, és azt is látjuk, hogy a globalizáció következtében egyre kevesebb állattartó egyre több állatot tart, tehát egy-egy helyen egyre nagyobb mennyiségű állat koncentrálódik össze. De ez nem azért van, mert a gazdák így szeretnék, hanem azért, mert a piac rákényszeríti a gazdákat arra, hogy úgy tud jövedelmezően és minél olcsóbban termelni, hogyha ezt nagy tételben koncentráltan és intenzíven folytatja. Tehát extenzív állattartással a föld népességét, ami most már több mint 8 milliárd, nem lehetne ellátni. Azért az is beszédes, hogy 1960-ban 1,5 milliárdan voltunk ezen a földön, most pedig 8 milliárdan vagyunk, 2040-re 9 milliárdat vetítenek előre. Csökken, ugyan már elértük a platót, de a lakosság, a világ népessége az folyamatosan emelkedik. Tehát itt az, hogy az állattenyésztésnek egyre nagyobb mennyiségben kell előállítani értékes és egészséges élelmiszert az emberiség számára, ez számunkra nem lehet kérdés, és ez mindenképp egy pozitív jövőképet vetít előre. De hogyha most én megkérdezem a magyar juhászt, megkérdezem a magyar húsmarhatartót, tejtermelőt és sertéstartót, hogy érzi-e azt, hogy ennyire fontos, és őt meg is becsülik, akkor nagy része azt fogja mondani, hogy ezt azért ő nem érzi ennyire jónak a helyzetét. Tehát én azt mondom, hogy 2024 többek között arról kell szóljon, és európai gazdák tüntetései ezt sugallják, hogy jobban ismerje el a társadalom ezt a most már egyre kisebb közösséget, és legyen, hát nem is hálás, de értékelje azt, hogy minden nap egészséges és finom élelmiszert tud az asztalára tenni a közvetve az állattenyésztő, mert nem az állattenyésztő teszi, ugye van egy élelmiszeripar, aki aztán ezt előállítja, és ott is azért van sok minden, amiben változtatni kell, mert azért a feldolgozott termékeknek a egészséges mi voltában azért sokan kételkednek, de ezeket is helyére kell tenni. Szóval 24 az időjárás tekintve kiszámíthatatlanul lesz, nem tudjuk előre kiszámítani. A piaci viszonyoknál azt látjuk, hogy a tejágazatnál talán egy konszolidáltabb évet kell, azzal lehet tervezni, mint 2023 volt. Húsmarha és a báránypiacon pedig egy árcsökkenést látunk. A magyar bárány most már évek óta a legdrágább Európában, tehát tavaly is átlagosan 10%-kal voltunk az európai árak felett, ami a többi ágazatban nem jellemző, hogy a magyar állati termékekért Európai Uniós átlag, vagy az európai élvonalban lennénk, átlag felett, vagy az európai élvonalban lennénk. Pont tejnél az jellemző, hogy a 26 tagállam rangsorában a 24, 23, 22. helyen vagyunk. Most tavaly volt idő, amikor föltornáztuk magunkat a 20. helyre, meg 18. helyre, de sajnos évvégére ez is romlott. Úgyhogy tejágazatban mindenképpen ráférne egy jobb év, sertéságazatban egy olyan év, mint ami volt a 23, a húsmarha és a junál pedig ott is számítunk arra, hogy semmiképpen ne legyen rosszabb, mint a 23-as év. A takarmányárak változása az mennyiben határozza meg az idei esztendőt plusz, hiszen ez egy fontos költségtényező. Ugye ezzel kezdtem, hogy a takarmány az a költségek 50%-át vagy 75%-át is elérheti. Amennyiben a takarmány árak maradnak ezen a szinten, ahol most vannak, az mindenképpen segíti a jövedelmező állati termék előállítást. De azért itt már nem csak takarmányköltségek vannak. Ahogy mondtam, hogy fele vagy 75%-a a takarmányköltség, de 25% kötőjel 50%-a egyéb költségek, azokra nem mondható azt, hogy csökkentek. Energia, és a munkaerő költsége
És akkor itt beszélhetnénk arról is, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de egyre inkább azt látjuk, hogy nem akarnak az ágazatban fizikai munkások dolgozni, illetve egyre nehezebb olyan elhivatott embereket találni, akik az állattenyésztéssel hosszú távon szeretnének foglalkozni. Generációkat nézzünk, akkor azt látjuk, hogy körülbelül az állattenyésztő átlag életkora az 45 év felett van. És egy jelentős része az 10 éven belül kimegy, nyugdíjba megy, és abba hagyja. Még akkor is, hogyha azért nem az a jellemző egy állattenyésztőnél, hogy 65 éves korában leteszi a lantot, és azt mondja, hogy akkor ő nyugdíjba megy, hanem ez egy élethivatás, és általában tovább végzik ezt, tovább aktívak a szakmánkba, de hát az sem lehet, hogy 70 év fölötti döntéshozók alkalmazkodjanak ez a mostani brutálisan változó világhoz. Úgyhogy nehézség a generációváltás, halad előre, nem azt mondtam, hogy nem, nincs ilyen, de ez azért még mindig lehetne jobb, illetve azt látjuk, hogy a munkaerő kérdésében talán az egyik első ágazat volt, aki Távol-Keletről hozott be munkásokat, mert be kellett hozni Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetek, stb. Például a tejtermelő tehenészetekbe dolgozókat, mert nem találtunk itthon idehaza szorgos kezeket erre. A másik dolog az például az is érdekesség, hogy a diplomásoknak az aránya az ágazatban korábban alacsonyabb volt, ez emelkedik, tehát egyre inkább azt látjuk, hogy képzettek az állattartók, állattenyésztők. Itt egyébként egy érdekes statisztika, ez is megint csak a tavalyi agrárcenzust tudom idézni. A sertés ágazatban 70%-a a vezetőknek az diplomával rendelkezik, szarvasmarhánál ez 49%, a junál 18% a kiskérődző ágazatban. Tehát látjuk, itt is ágazatonként is vannak különbségek, de a tendencia az jó, tehát egyre képzettebb a szakma. Ugyanakkor a korfát nézem, akkor sajnos egyre idősebbek a gazdák. Az elmondottak tükrében milyen felvásárlási árakra számíthatnak a gazdák? Hiszen azt tudjuk, hogy egyre több az a tényező, ami akadályozza, nehézé teszi a munkát, tehát a költségtényezőkről beszélek, viszont a felvásárlási árak nem tudjuk, hogy követik ezt. Hát én azt szoktam mondani sokszor, és ez nem mindig népszerű, hogy ezekre van a legkevesebb ráhatásunk. Nagyjából gyakorlatilag nulla ráhatásunk van a felvásárlási árakra. Amire ráhatásunk van, az a saját költségünk, hogy termelünk. Ha minél kevesebb költséggel tudunk előállítani egységnyi terméket, most ezt ugye 100 éve mondjuk, meg nagyon régóta mondjuk ezt az igazságot, de ma is így van, akkor leszünk... hogy is mondjam, akkor kevésbé fog fájni a fejünk egy nehezebb időszakban. És még ehhez azt szoktam hozzátenni, hogy minőségi terméket állítsunk elő. Tehát a felvásárlási árak hogy fognak alakulni? Sajnos, ha ezt nem tudom megmondani, ha meg tudnám mondani, akkor lehet, hogy már nem itt ülnék, hanem egy sokkal olyan nyugodt helyen, ahol én előre a piacot tudom előre jelezni a piaci változásokat. De hát ettől még figyelni kell természetesen. Az is igaz, hogy nagyon kitettek vagyunk a világpiacnak, az már nem igaz ma, hogy azért, mert Magyarországon csökken a sertés létszám, majd emelkedni fog az ár. Hát ezt be tudják hozni a sertés húst is, meg az élő sertést is máshonnan, de ez ugyanígy igaz a baromfira, igaz a tejre is, meg a többi termékre is. Alapvetően az is igaz, hogy Magyarországon több terméket, kétszer annyit legalább elő tudunk állítani, mint amennyi lakosa van az országnak, tehát Magyarország az egy export vezérelt, egy olyan mezőgazdaság kell legyen, aki nem csak a hazai lakosságot látja el, egészséges és jó élelmiszerrel, hanem annak a kétszeresét is. De hogyha ezt a piac alakulása miatt nem tudjuk mi megvalósítani, akkor előfordulhat az, hogy majd jönnek ide olyanok, akik nálunk ügyesebbek és versenyképesebbek, és majd aztán ők megpróbálják ezt megtenni. De ezért is próbálunk a kormánnyal is úgy beszélgetni, és olyan ösztönzőket a magyar gazdáknak kialakítani, legyen kedve, mert azért tehetségszorgalom az van a magyar emberekben bőven, tehát legyen kedve, és aztán a tehetsége ki tudja bontakoztatni a jogszabályi környezetbe, és ne az legyen, hogy azért, mert nem fejlesztettünk a kincstárnál vagy a Nébihnél egy informatikai rendszert, ezért nem tud hatékonyabban dolgozni, mint a szomszéd országban a versenytársa. Zárszóként tudom, hogy a szakember nem optimista, illetve nem jó semmiképpen sem, de ön optimista abban az értelemben, hogy a felsoroltak mentén az állattenyésztési ágazat tovább haladhat? Akkor én kivétel vagyok, én optimista ember vagyok, meg szerintem az állattenyésztő az kell legyen,
hiszen, ahogy elmondtam, olyan sok nehézségen megy át, és olyan sok nehézséggel néz szembe, hogyha nem lenne optimista, akkor már régen elment volna ebből az ágazatból. Tehát én bizakodó vagyok. Persze a szüleim, nagyszüleim ezzel foglalkoztak, és én genetikailag szoktam mondani, terhelt vagyok azzal, hogy imádom, szeretem ezt a szakmát, ez az életem, de én azt látom, hogy nem lehet az, hogy Magyarországon ilyen körülmények és adottságok közepette ne legyen állattenyésztés, de nagyon fontos, észnél kell lenni a szabályzóknak, kormányzatnak, és persze nekünk is, hogy ebből azért kihozzuk a legjobbat. Mert a Jóisten is azzal áldotta meg ezt az országot, hogy mezőgazdaság és állattenyésztés legyen, de ezzel nem tudunk élni, akkor az mondhatnám, az még a bűn kategóriát is súrolja. Nos, hát köszönöm szépen, bizakodjunk. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfo mai vendége Wagenhoffer Zsombor volt, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.